Ez gesztenyi sálom. Szinte még ki sem rakták a süteményeket, nagy részük már el is fogyott a jótékonysági sütivásáron. A legkülönfélébb házi édességek közül válogathattak az érdeklődők. A kínáló asztalon krémes, édes és sós tészták is felsorakoztak, melyeket az óvodások szülei készítettek. A sütivásár célja, hogy az édességekért felajánlott összegből játékokat vásárolhassanak a legkisebbeknek, valamint ebből támogatni tudják a kirándulásaikat is. Többen már évek óta segítik így a kicsiket. Sokféle abban mindegyiket nem, de volt, amelyik úgy tetszett, és úgy választottuk. Minden évben lejövünk az óvodásokat támogatni, a jövő gyerekeit. Igaz? Így van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy le tudok jönni. A férjem lettől minden évben, már ma évek óta így vagyok. A dísztéren zenével is várták a látogatókat. A hévízi muzika antikva korabeli ismert dallamokkal kápráztatta el a közönséget. A merészebbek közben vidám motívumú arcfestést is kérhettek. A Szent Mihály napi sütiségek és más bolondságok a Balatongyöröki templom búcsújának utódrendezvénye. Rég nem Szent Mihály napi búcsú, ugye itt állunk a Szent Mihálynak felszentelt templomnak a tövében, de ugye a balatonparti település révén itt a nyár az olyan szinten tömbe van programokkal, hogy a valamikori nagy eseménynek számító falusi búcsuknak a helyét már rég átvették ezek a programok. Nevében maradt a búcsú, de most idén úgy gondoltuk, hogy előnybe részesítjük a sütiségeket, mivel mégiscsak ez a fő profilja. Úgyhogy egy-két zenés műsort szoktunk mellé tenni, egy kis játszóházat gyerekeknek, hasonló jellegű dolgokat, illetve volt délelőtt egy helytörténeti sétánk. Az ősz további részében is várhatóak programok Balatongyörökön. Október 23-án a Becehegyi bortúrára várják az érdeklődőket.